Életünk csillagászati eseménye jön jövő héten, június 17-e és 28-a -e között, ugyanis a naprendszer összes bolygója látható lesz a hajnali égbolton egymás után sorakozva. A bolygó vonatnak is nevezett ritka együttállásra több mint ezer éve nem volt példa. Imre Balázs folytatja. Nagyon szépen köszönjük, jó estét kívánok, szervusz Boglárka. Így van, hát több százat, hogy így van, vagy ezer évet is kell arra várni, hogy, hogy egy ilyen bolygóvonatot lássunk. Itt van velünk a stúdióban Mizsera Attila Csillagász. Jó estét kívánok! Jó estét Pistelet, kívánok! Áll. Nagyon, ritka az ilyen, az ilyen égi jelenség. Mi ennek a lényege? Az én, az én életemben már volt ilyen bolygó sorakozó 2002 tavaszán az estégen, és elő fordulnak azért ilyen sorakoz, sorakozók, ilyen felvonulások, vagy vonatok de nem mindegy, hogy milyen konfigurációban, tehát milyen sorrendben vannak az égitestek. Most ez, az ez az egy azért ritka érdekes. Hogy... azért, hogyha ha már ilyen Ez azért annyira nem, nem, gyakori, de, de ennél azért sokkal fontosabb események vannak még előttünk a hátralévő mondjuk száz évben. Jó, de azért foglalkozunk egy picit ezzel, Persze. mert most az mindenkit izgat ez a dolog. Miért nevezik ez bolygóvonatnak? Ez teljes új el, elnevezés. Egymás után következnek a bolygók az égen. Nagyjából ilyen aracnyi távolságokra kell őket keresni, tehát Vénusz, Mars, Jupiter, Saturnus, most nem pontosan mondtam a sorrendet, de ez egy eléggé tág vonat, mert nem egymásba érnek a szerelvének a kocsiai. És ez nem azt mondták, hogy a sajtóban lehet fogalmazást olvasni, ezzel kapcsolatban megfogalmazást, hogy együttállás, de felhívta itt az adás előtt a figyelmet, hogy ezt azért nem mondjuk, ez nem Lesz együttállás a hajnal igen. a Vénusz és a Holcsarlónak egy nagyon szép szoros együttállása lesz 26-án hajnalban az egy nagyon látványos valóban. A lényeg az, hogy nagyon szorosan egymáshoz közel vannak az égi testek, azt hívjuk együttállásnak. Én ezt a bolygó vonatot inkább távolállásnak nevezném, hiszen nem, 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 egy szoros égi helyzetről van szó, hanem egy nagyon is tágról. Tehát az égboltnak a felén húzódik végig az egész, az, az, nem egy együttállás. Akkor menjünk szépen sorba. Mikor láthatjuk ezt a jelenséget, és meddig? Mikor hát ezt a öt bolygót, az öt szabad szemmel látható bolygót, ugye Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Saturnus, ezt, ezeket már a hónap elejétől is fel lehetett fedezni így egyenként. A legfőbb probléma szabad szemmel. Szabad, szabad szemmel, de egy ilyen kis látszó, az nem árt, hogyha az ember a Merkur keresi. Merkur az a legnehezebb falat mindközül, a mostani hajnali láthatósága nem is annyira jó, de ha nem is találjuk meg, azért nem kerülünk rossz társaságba, mert Kopernikus például nem találta meg, ő. beszámolt, hogy ő még sose látta. A Merkur pedig egy eléggé jó csillagász volt ő. De ő, hogy hasonlítok a Kopernikusra, akkor de Kopernikuszra, akkor Hát sok Kopernikuszra. igen, igen, szerint. igen. Mikor kell kiállnunk majd a szabadba és kémlelni az eget? Hajnalok hajnalán, sajnos, jobb, jobb lenne, hogyha az estégen lenne ez az egész felvonulás. Hát így hajnali háromkor az ember felcsörgeti magát, és kimegy a lassan, fokozatosan pirkadó szürkül ég alá, akkor ezeket a bolygókat szépen sorban fel tudja fedezni. A portálokon mindenféle térképeket lehet találni, amik azért eléggé jó segítik az eligazodást. A bolygók fényesek. Tehát az az, az égrésze, ahol ez a déli ég része, ahol ezek fel majd vonulni, ott nagyon nem lesz konkurens csillag. Tehát eléggé egyértelmű lesz a sorakozó. Pont ezt akartam kérdezni, mert itt felvetődött ilyen messzes Boglárka is és beszélgettük adás előtt is önnel, hogy hogy, hogy, hogy tudjuk majd megállapítani, hogy melyik bolygó melyik lesz az égen, és nem árt, hogyha van ilyenkor egy távcső azért nálunk? Hát nem árt, hogyha van távcső nálunk, hogyha alaposabban személyre akarjuk venni az égitesteket, de szabad szemmel, hát ezek ősik, ősítik óta ismert égitestek, nem tudjuk, hogy kifejezte fel őket, tehát ezek szabad is szépen megfigyelhető csillagszerűek, nyugodt fényük van egyébként a csillagoktól, ennyiben is eltérnek és hát szépen lehet ezeket azonosítani. Planetárium programok vannak, mobil alkalmazások, most már azért nagyon szépen fel lehet fedezni az égboltot. És, és hogy említette, vannak térképek, amik Igen. az interneten közzétettek ezzel, ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Tehát 17-e az jövő péntek, 18 -e a környékén, ha kiállunk már a hajnali órákban, hogy említette, akkor már látjuk a jelenséget? Hát a bolygók azok szépen ott vannak már hónapok óta. Jupiter ragyog, Szaturnusz eléggé szépen fényeskedik, Mars is ott van. Bár meg, megérzem, hogy a Mars majd decemberben lesz igazán jó látvány, amikor a Föld lesz, de attól még most meg lehet szemlélni, szép vöröses fénye van, az is eléggé elkülöníthető a sajtóban azt lehetett olvasni a jelenséggel kapcsolatban, hogy lesznek olyan bolygók, amelyeket szabad szemmel is láthatunk, de lesznek olyanok, amelyeket csak távcsővel. Igen, ezek a klasszikus ősi ismert bolygók, amiket az el, előbb elsoroltam, ehhez kapcsolódik még, ugyanezen az égrészen lesz az Uranus és a Neptunus is, de ezek nagyon halványak, szabad szemben nem láthatóak, és eléggé jellegtelenek is, nagyon kis korongocska a látványunk még a távcsőben is. Meg lehet találni, az ember örülnek, egy szép kis kék korongocska, ott van a látnövezőben, százszoros nagyítással nem látok semmit, de azért megvan az Uranus, megvan a Neptunus. És hát még, azt hiszem még a Vesta is ezen a légterületen tartózkodik. Úgy szokták emlegetni, ugye? A, a legfényesebb kis bolygó. kis bolygó. De hát ez is alig-alig látszik, tehát én még nem láttam szabad szemmel. Kis távcső, látcső kell hozzá, és akkor az ember azonosítja. A Plutót pedig felejtsük el, mert az annyira halvány, most már nem is bolygó jó ideje, csak törpe bolygó, lefokozták szegényt, de azért ezen az égrészen ott van az összes fontos szereplő, meg lehet ünnepelni egy távcsőzéssel. Mikor lesz majd ebben az időintervallumban, amíg ez a jelenség jól látható lesz? Pontosan az a nap, vagy az az időszak, amikor a legjobban lesz látható ez a bizonyos bolygóvonat? Az én kedvenc hajnalom az 26-a, amikor a, a Vénusznak és a Holdnak lesz egy szoros, egy, az együttállás lesz. A, <coughs> alacsony a hajnaligén látjuk a holdcsárlót alatta a, a Vénuszt, olyan ötszörös Holdtávolságban lesz tőle a Vénusz. Ez egy nagyon szép látványos kettős páros jelenség. És onnan elindulunk jobb kész felé, akkor következnek a fényes szabad szemes bolygók, és hogyha valaki nagyon kitartó és nagyon, nagyon jó szerencséje van, akkor a Merkur pedig balra lefelé a, alacsonyan a megtalálhatja talán. Legutóbb <hül> 947-ben, már mint ezer nélkül, tehát 947-ben volt látható eh, hasonló jelenség június este, és legközelebb 2495-ben, kimondani és szörnyű, hol leszünk mi már akkor, lesz látható majd a jelenség. Miért kell erre ennyit várni egyébként? Hát azért, mert össze-vissza a naprendszerben a bolygók. Tehát hosszabb, rövidebb, ilyen-olyan-amolyan láthatósági viszonyok vannak, rövidebb keringési idő, hosszabb keringési idő, elbújnak a nap mögé, kijönnek a nap mögül. Tehát az, hogy a társaság így szépen összejöjjön, összerendeződjön, összerázódjon, ez, ez türelem kell. De hát ez a naprendszer korához képest a semmiség, 4,6 milliárd év. mondjuk kimondva jól hangzik. azt mondta nekem, hogy felhívta a figyelmemet rá itt az adás előtt, hogy ez is fontos csillagászati szempontból, de vannak még az évben, a Marsot már említette, de vannak még az évben, vagy lesznek még fontos csillagászati jelenségek. Mik lesznek még, mire érdemes? Egy, egy esemény most nekem beugrott, augusztus 5-től 14-ig lesz az Egy Hét Csillagászat című országos rendezvény, nagyon sok helyszínnel tervezzük, akkor már sokkal jobb lesz az óriás bolygóknak a láthatósága, korábban kellnek, nem kell annyira hajnalban kellni miattuk aztán lesz, ősszel lesz majd egy részleges napfogyatkozás októberben, érdemes megnézni, mert eléggé jelentős lesz a fogyásnak a mértéke, és hát decemberben pedig a mars lesz földközelben, és ránk mosolyog a nagy, nagy vörös tányér, százszoros nagyítással lesz csak tányér persze. Na, kíváncsian várjuk majd ezeket a jelenségeket is és programokat, de hát addig is akkor, aki nem akar 500 évet várni a következő bolygóvonatra, az legyen résen jövő héttől, és akkor szemléje kémlelje az eget. Mizzer Attila Csillagász, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm.